Egy dolgozik, hét nézi. Az Index egyik olvasója készítette ezt a képet a Dagály-úszoda komplexum már hétfőn. A munkások a készülőjárdát egyengedték. Ma is dolgoztak, vagy inkább dolgozgattak a munkások a Dagály körül, pedig bent is lenne mit csinálni. Szintén az Index egyik olvasója küldte ezt a képet. A vadonatújúszoda előterében beszakadt a padló. A szakemberek rövid tanácskozás után befették a lyukat, majd egy széket tettek fölé. Forgatni nem forgathattunk az úszodában, de ott amikor kiderült, a szék már eltűnt, helyette virágládát húztak a folyosó közepén betömött lyuk fölé. A virágtartó alatt látszik a tegnap lerakott friss habacs is. A mögöttem látható épület alapkövét 2015 májusában rakták le. Az azóta eltelt kevesebb, mint két év alatt 50 milliárd forintból húzták fel az úszoda komplexumot. Beslések szerint a vizes világonosság szervezésére még egyszer ennyi pénzt költöttek el, de ez még nem a végleges összeg, folyamatosan növekszik. Az uniós és hazai közbeszerzési értesítők alapján csak márciusban 8 új tétel jelent meg a VB költségvetésében. Például 3,8 milliárd forintba kerül a nyitó és záró ünnepség. 1,1 milliárd forintért biztosítja a helyszíneket a kormány rendezvényén is dolgozó Walton Security. Szijjártó Péter külügyminiszter barátja, Kuna Tibor cége pedig 2 milliárd forintért végzi a rendezvényszervezést. A legfrissebb közbeszerzési értesítőből pedig kiderült, 211 millió forintot költenek a szervezőbizottság forma ruháira, 225 milliót pedig az újságírók szállására. Három hét alatt tehát majdnem 11,5 milliárd forinttal nőttek a költsége. Igaz, hogy drága, de legalább rossz. Ezt mondja az ellenpétárselnöke, aki szerint sokáig emlékezetes lesz a VB. ez egy emlékmű lesz. Tehát egy elvileg indult egy nagyon szép épületnek, valóban egy emlékmű lesz, ez a lopásnak és a korrupciónak az emlékműve. Kerestük a kormányt és a szervezőbizottságot, hogy eddig pontosan mennyi közpénzt költöttek. A szervezők azt válaszolták, a pontos költségvetést csak a világbajnokság után árulják el.